játékszerrel. Mihez kezdjünk velük? Csináltassunk nekik bajuszt? És kössünk kardot a derekukra? Vagy bújtassuk frakba őket, hadd politizáljanak? Mi meg mikroszkópon át nézzük, hogy mit csinálnak? Vagy építsünk színházat? Tennünk kell valamit. Tennünk kell valamit. Foglalkozzunk mély gondolatokkal. Vizsgáljuk meg, miért áll meg három lábon egy szék, miért nem áll meg kettő. Miért a kezünkkel töröljük meg az orrunkat, és nem a lábunkkal, mint a legyek. Gyűjtsünk hangyát. Három, négy, öt. Te mit csinálsz? Hat. Figyelek. Figyelsz? Hogy mennyi idő alatt hal meg. Ez sokáig húzza. A többi az hamar kifingott. A többi? Minden héten megölök egyet. Néha kettőt. És? Élvezed? Nem. Figyelek. És nem dugod meg őket? Nem. Szűz vagyok. És az is maradok életem végéig. Te gyilkos vagy. Nem. Úr, ezek csak parasztlányok, jogom van hozzá. Na, gyerünk, bemegyünk a bíróhoz. Add meg magad, frátya! Már szegény anyád megmondta, zsoldosnak jó leszel, Nikó, igaz? Még egyszer mondom neked, fiam, hogy túl sokat nézel lefelé, és túl kell. Még fölfelé van az igazság, ide lesz, árnyékokat látsz, fiam, semmilyen jó. Nekem elmondom. Megszúrtál. Á, szúnyogcsípés. Testéről elés. Török szokás. Na. Herceg, gyere ide, mutatunk valamit. Különleges Isten teremtménye. Főzve megmérgez, de nyersen táplál. Sőt, ha főzve ettél belőle, és utána megeszel néhányat nyersen, akkor fertőtlenít. A nyers az ellenméreg. Na és? Herceg, érted, jöttünk, nem ellened. Érted? Értem. Hát ez? A királynak hoztátok? Hát persze. Miért? Mérgező? Hát persze. Hey!